Sziasztok! Azt hiszem minden autózást kedvelő, szerető embernek van valamiféle listája arról, hogy milyen autókat szeretne kipróbálni, vezetni az életében, esetleg valamikor birtokolni is. Legalábbis nekem személyesen biztos, hogy van egy elég hosszú ilyen listám, és ezen lista tetejének a közelében mindenképpen van jó pár 911-es Porsche, azon belül is a klasszikus léghűtésesek, úgyhogy ebben a videóban egy ilyen autót fogunk megnézni, egy 964-es, 911-es Porsche-t. Akit annyira nem szippantott be a Porsche világa, annak a 964-es kódjelölés lehet, hogy nem sokat mond. Ez a második, nagyobb kategóriájú 911-es Porsche. Ugye az első 1963-ban jelent meg, és eddig a 964-esig, ami 1988-ban mutatkozott be, nem jelölték külön a típusokat. Persze rengeteg módosítás történt 63 és 88 között, megjelent például az első turbós változat, ami egyébként külön kódjelölést is kapott, az volt a 930 turbó, de leginkább egyébként az alap Carrera változatokat gyártották, a végén a 964-es megjelenés előtt 3-2-es léghűtéses 6-hengeres boxerrel, viszont a 964-es egy új 3,6 literes, szintén 6 hengeres boxer motort kapott, természetesen hátul, farmotoros elhelyezkedésben. Ez volt az, ami meghatározta mindig is a 911-es Porsche-t. És azt gondolom, hogy a mai napig nem sok gyártó csinálja jobban ezt, mint a Porsche, hogy megtartja az alapértékeket, de arra épít, arra felhúz nyilván egyébként valahol egy marketing történetet is. De tény, hogy a 911-esnél nem hiszem, hogy létezik meghatározóbb sportautó. 60-as évek elején jelent meg, és a mai napig ugyanaz a sziluett, ugyanaz az alap felépítés, nyilván modernizálva, de szerintem ez zseniális, és akinek ezek az értékek számítanak, az egyszerűen imádni fogja. '89-től kezdték el árulni, akkor elég sok újítást hozott a 911-esek világába, megjelent például az ABS, és lehetett összkerékhajtással is venni, tehát ezek ilyen puhításnak tűnhetnek, de maximum 911-es viszonylatban. Ennek az autónak lett volna tulajdonképpen a feladata, hogy a 911-es Porsche-t átvigye a 90-es évekbe, de hogyha körbenéz itt az ember a beltérben, akkor nem feltétlenül egy nagyon modern autót lát a 89-es évjárathoz mérve. Ez a konkrét darab egyébként egy széria elejé 89-es példány, konkrétan egy darab kijelző nincsen, megnéz az ember ebből az időből származó BMW-ket, Mercedes-eket mondjuk, jóval modernebbnek ható beltereket csináltak már ebben az időben, egy 124-es Merci, azért ennél szerintem modernebbnek hat egy E34-es BMW például, sokkal-sokkal, és ezt annó lehet, hogy negatívként fogták fel a vásárlók, bár nem hiszem, de ma pont ez adja a báját, hogy ez egy nagyon analóg autó. Klasszikus, ötkörműszeres Porsche óracsoport, középen a fordulatszámmérővel, kis VDU műszerek, gyönyörű tipográfiával, ez így magában már tökéletes. Az egész beltér baromi egyszerű. Semmi nincsen túl dizájnolva, túl bonyolítva, de én ezt is szeretem egyébként mai napig a Porsche-kban, hogy a legegyszerűbb minimál dizájn, funkcionalitás működjön, nyilván azért nézzen is ki jól, legyen harmonikus, de alapvetően nincsen túl bonyolítva a történet. Ez a konkrét darab egy Carrera 4 változat, ez azt jelenti, hogy ez egy összkerekes példány, ugye ahogy mondtam, a 964-esben jelent meg először a 911-esek közt az összkerékhajtás, de őszintén nem rossz az. Tehát a 911-es Porsche legendásan nem könnyen vezethető autók is. Van egy nagyon érdekes karakter ennek a farmotoros konstrukciónak, ebből is volt persze hátsó kerekes, de a biztonságosabb közlekedést talán az összkerékhajtás ilyen szempontból biztosította. Volt belőle persze turbó, ami kezdetekben a 930 turbónak a 3.3-as motorját kapta meg, mert hogy elvileg nem volt idejük ebből a 3.6-osból turbósított motort kifejleszteni, majd utána egyébként lett a 3.6-osból is turbós változat. A Bad Boys című filmben volt egy legendás szereplése a 964 turbónak, de ezentúl készítettek belőle egyébként ilyen eres változatokat is, amik könnyített, ilyen pályára orientált kiadások ma hatalmas összegeket érnek. Pedig azért már egy ilyen kvázi alapváltozat is nem olcsó.
fogalmazzunk így. Ezt a konkrét autót a Veterán Autó Kft. Kínálatából hoztam el, köszönöm szépen nekik egyrészt a lehetőséget, hogy a vágóképeken láthatjátok, hát vannak náluk izgalmas autók, Porsche-kat is szeretik, van több 911-esük is, és ezt a konkrét példányt 20 millió forintért hirdetik, amire felkapja nyilván az ember a fejét, hogy egy 30 plusz éves öreg Porsche 20 millió forintért, és ugyan nem vagyok értékbecslő, nem tudom, hogy ez az ár ezt konkrétan minek felel meg, nem ismerem annyira a piacot, nem is erre szeretnék kiukadni, bár szerintem az állapot függvényében tök rá is az ár, hanem inkább arra, hogy mennyire drágák lettek ezek az autók. Elképesztően felment az értékük, és tényleg a magyar átlag vásárló számára mondjuk ez érthetetlen lehet, mert alapvetően is ez a Porsche-zés egy picit ilyen fura dolog, de Nyugat-Európában, Amerikában megőrülnek ezekért az autókért. Pár éve kezdődött, talán ilyen 5-6 éve leginkább, amikor így nagyon elkezdtek fölfelé menni, és nagyjából ma bármilyen 911-es Porsche, főleg ha légkültéses, őrületes pénzekért mozognak. Ez volt egyébként ugye az utolsó előtti légkültéses 911-es, nem is volt hosszú az életciklusa a 964-esnek, a 993-as váltotta, amire sokan azt mondják, hogy ez a legjobb léghűtéses Porsche, mert hogy a fejlesztés ott ért a csúcsra, és akkor ezután jött az első vízhűtéses, a 996-os. Nos, szerintem ne szaporítsuk itt álló helyzetben a szót, hallgassuk meg először azt a zseniális hathengeres boxert, és induljunk is el. Természetesen gyújtáskapcsoló bal oldalon. Azért nagyon nehéz átadni, mert nem csinál olyan őrült nagy műsort, nem üvölt hatalmas hangerővel az egyébként összetéveszthetetlen hangú boxer. Ez nagyon-nagyon-nagyon finom. Visszaváltásnál is. Áj. Szóval nem tépi le az ember fejét, a teljesítmény 250 lóerőt tud gyárilag ez a hathengeres motor, ami nem hangzik nagyon soknak, kevésnek se persze, de nem is olyan könnyű az autó. 1450 kg ennek az összkerekes változatnak a tömege, ami ma persze jól hangzik, de ez egy picike, és igazából emiatt tökéletes méretű, 4,2 méter hosszú autó a 90-es évek elejéről, nem is nagyon kevés ez ebben a viszonylatban. Viszont a Porsche főleg az alapváltozatait tekintve sosem a számháborúról szólt, ez az autó és a vezetés nem számszerűsíthető részeiben emelkedik ki, mint a kormányzás vagy a boxermotor penge éles gázreakciója. Persze ettől még bőven nem lassú, 0-100-at 5,5 másodperc alatt futja, bár ennél az autónál az tényleg elég kevéssé releváns, mert az érződik, hogy ez egyébként zseniális váltó, léghosszú fokozataival már a német autópályás stabil nagysebességű utazás volt az egyik fő szempont. A sebesség, amivel közlekedik az ember egy ilyen autóval, az lehet, hogy egy modern sportautóhoz képest nem olyan őrült dolog, de itt ezért tényleg dolgozni kell. És ez nem klisé, hogy jaj, ezt ilyen nehéz vezetni, olyan nehéz vezetni, és akkor nagyon dolgozni kell vele. Tényleg így van. A pedálrend az elég érdekes. Kicsit el van tolva jobb oldalra, az annyira nem lenne zavaró, viszont a földről, a padlóról jön a fék és a kuplung pedál is, ezért ez nagyon érdekessé teszi a vezetési élményt, ezért az első pár percben ezt meg kellett szoknom. Olyan vezetési élményt ad ez az autó, amit kevés másikban kap meg az ember, ha egyáltalán. Az, hogy ugye onnan jön a hang, az is tök mássá teszi. Más a kormányzás egy ilyennek. Tök könnyű ugye az eleje, gyakorlatilag nincs ott semmi üzemanyag tankon túl. Ezáltal egyébként nem is kell neki nagyon bonyolult első futómű. És ugye ez egy tök alapváltozat gyakorlatilag.
ez is gyönyörűen fordul. Pedig egyébként szerintem picit nagy kerekek vannak rajta, 18-as felnik. Ezek az egyébként gyönyörű BBS felnik, nekem valahogy picit viszont ez alól az autó alól így kilóg, annyira szép gyári Porsche felnik vannak, például egy Carrera Cup, azt hiszem így hívják felnivel, nagyon el tudnám képzelni az autót, kisebb 17-es felnikkel mondjuk. Ebben a konkrét darabban egyébként 173 000 km van, a beltér az konkrétan hibátlan, de tényleg makulátlan, kívülről is nagyon szép, fényezése is nagyon szép, nekem az a felni, ami picit kilóg, ahogy említettem, illetve az eleje elég magas az autónak, ez nem tudom, hogy miért van. Farmotoros karakter miatt mindig van egyébként a 911-es Porsche-éknak, főleg a légkültéseseknek egy ilyen kicsit ilyen megült érzete, de itt valahogy az eleje még talán az indokoltnál egy kicsit magasabb. Elindulunk kettesből 2005-ről. Azért 3005 fölött kezd megjönni úgy rendesen az erő, és utána azért nagyon szépen forog. Nagy ütőkártyája ennek, hogy tényleg amellett, hogy mindent tud, amit egy idős, veterán autótól elvár az ember, mellette mai szemmel is élvezhető, sőt, mai autókból átülve még sokkal-sokkal élvezhetőbb vezetési élményt is ad. Mert tudom, hogy ez nagyon klisé, hogy jaj, mai autók túl vannak modernizálva, és olyan nehezek, és minden biztonsági elektronika figyel az emberre, és már nincs semmi kihívás benne, de egy ilyenbe átülve tényleg ezt érzi az ember. Már ebben a kategóriában is, tehát már egy új alap 911-es Porsche is 400 lóerő fölött van is, és tényleg utcán nagyjából a kihasználhatatlan kategória. Persze tudom, ez teljesen szélmalomharc, viszont vezetve ezt a Porsche-t kicsit jobban értem, hogy miért élik a reneszánszukat a léghűtésesek, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy van ebben egy jó adag hype is. Tényleg fantasztikus az élmény, de közben azért egy ilyen alapváltozat tényleg nem váltja meg a világot, ezt a teljesítményt egy kortárs E36-os M3-as is simán tudta, töredékáron. Ami egy 964-est igazán vonzóvá tehet, hogy alapjaiban egy teljesen mechanikus, analóg autó, de közben azért már kellően modern ahhoz, hogy megbízható a használható legyen. Mégis lehet, hogy nehéz lenne egy ilyet választani, ha a 911-esek világába szeretnék belépni, nem lenne egyszerű megindokolni akár egy 996-ossal szemben, ahol nagyjából harmada áron kap egy elég hasonló élményt az ember. Ez viszont csak a racionális választás lenne, szívből nagyon-nagyon kéne egy ilyen autó. Nagyon szépen köszönöm a Veterán Autó Kft-nek a lehetőséget, hogy kipróbáltam a gyönyörű 964-es Porsche-jukat. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek idáig ezt a részt. Tudjátok, hogyha esetleg tetszett, akkor megköszönöm, hogyha nyomtok rá egy lájkot. Boldog új évet szeretnék még így a videó végén kívánni mindenkinek. Bár én ezt a videót még az új évben veszem fel, de amikor kimegy, akkor remélhetőleg már egy új, tiszta lappal induló évben leszünk, és talán kicsit a világ is jobb irányba fog menni. Úgyhogy jövő héten a következő részben pedig találkozunk is. Sziasztok!